következő kísérletben egy sárga színű szilárdanyagnak, a kénnek az olvasztását fogjuk elvégezni, amely, mint fogjuk látni, rendkívül érdekes változásokkal és színhatásokkal jár együtt. Itt látható a kezemben a kén molekulának a modellje. A kén molekula egy 8 atomos molekula, képlete S8. Hát ezen a molekulán a térszerkezete kevésbé figyelhető, meg korona alakú molekulának szokták nevezni. Tulajdonképpen a kénatomok egy 8 atomos gyűrűt alkotnak. Amennyiben a ként elkezdjük olvasztani, akkor első lépésben a hőmérséklet emelkedés hatására a kén molekulák valamelyik két kénatom között felszakadnak, és ezáltal, mint a modell is mutatja a kezemben, 8 atomos úgynevezett láncmolekulák keletkeznek. Ezeknek a láncmolekuláknak az alakja nincs meghatározva, ugyanis az egyszeres kén-kén kötések mentén a kötések nyugodtan elfordulhatnak, ezáltal ezek a molekulák különböző alakzatokat képezhetnek. Amennyiben a molekulák egymáshoz ütődnek, nagy sebességgel mozogva ütközések játszódnak le közöttük, hol kiegyenesednek, hol a forgás miatt meggörbülnek, hol egészen összetömörödnek. Végül, hogyha sok kén molekula van jelen, akkor ezek a molekulák, úgy szoktuk fogalmazni, egymásba gabajodnak. Tulajdonképpen képzeljünk el rengeteg sok gilisztát, amelyek egy edénybe össze vannak halmozva, és ahogy a giliszták tekeregnek, úgy összefonódnak, összegubancolódnak. Ezáltal a kezdetben megolvadt kén, amely hígan folyós, miután a molekulái összegabajodtak, egy sűrűn folyós anyaggá fog átalakulni. Tovább emelve a hőmérsékletet, ezek a hosszabb láncmolekulák újabb kötések felszakadásával kisebb darabokra töredeznek, így például három két atomos molekulákkal széttöredeznek, és ezek a molekulák már nem modellezhető gilisztákkal, tulajdonképpen olyanok, mint a kisméretű gombócok. Ezek a molekulák még magasabb hőmérsékleten még nagyobb sebességgel kezdenek el mozogni. Ezáltal képtelenek egymásba gabajodni, vagyis magasabb hőmérsékleten a kén a sűrűn folyós anyagból ismét egy hígan folyós anyaggá alakul át. Még tovább növelve a hőmérsékletet, a molekulák már igen apró darabokra szakadoznak, gyakorlatilag a kötések a kénatomok között megszűnnek, és végül a folyékony kén gőzökké alakul. A kéngőzökben kénatomok, két-három atomos kénmolekulák egyaránt megtalálhatóak. Ebbe a kémcsőbe egy-két kanálnyi sárga színű kémport helyezünk el. Majd egy gázégő lángjánál óvatosan melegíteni kezdjük. Fa kémcső fogóval tartjuk a kémcsövet. Kémcsövek melegítésénél mindig ügyelünk arra, hogy a kémcsőnek a szája mindig semleges területre irányuljon. Ez azt jelenti, hogy sem a kísérletet végző személy, sem pedig a kísérletet megtekintő személy irányába nem fordítjuk a kémcsövet. Leghatékonyabb a melegítés akkor, hogyha a kémcsövet folyamatosan mozgatjuk, és megpróbáljuk megkeresni a láng legfelső harmadát, mert ez a legmelegebb része a lángnak. Mozgatva a kémcsövet megfigyelhető, hogy egy híg folyadék keletkezett. Most érkeztünk el abba az állapotba, hogy még a gyűrű alakú kémmolekulák vannak jelen, melyek között a másodrendű kötések felszakadtak. Fokozatosan tovább melegítjük ezt az anyagot. Megfigyelhetjük a színnek a sötétedését, valamint a magasabb hőmérsékletet elérve megmutatható, hogy sűrűn folyó folyadékká alakul át, hiszen, hogyha a kémcsőnek a száját lefelé fordítom,
még akkor sem folyik ki belőle az olvadkén. Most érkeztünk el ahhoz az állapothoz, amikor az S8 molekulák ide-oda tekeregve egymásba gabajodnak, ezáltal a folyadék megsűrűsödik. Szinte beledermed ez a folyadék a kincsőbe, viszont tovább melegítve az oldatot, fokozatosan elérkezünk abba az állapotba, amikor az S8 molekulák kisebb részekre töredeznek szét, és ezáltal a gabajodás már nem mehet végbe. Így a kén egy ismét hígabban folyós anyaggá alakul át. Megfigyeltük a kéncső mozgatását, vagy a folyadék ismét felhigul. És lassan elérkezünk a forrás közeli állapotba. A kéncsövet lassan kezdik majd megtölteni a vöröses színű kéngőzök. Jó, kicsit még lötyögtettem a kéncsövet, hogy bemutassam, egyre hígabban folyik. Ahogy a molekulák mérete egyre csökken, úgy válik ez a folyadék egyre hígabban folyóssá. Végül pedig, amikor úgy gondoljuk, hogy az olvadkén már elég híg állapotban van, egy hirtelen mozdulattal a kéncsövet megfordítva, az itt előkészített hideg vízbe öntjük. Jó, egy része bele is folyt a vízbe. A kísérletnek rendkívül érdekes végeredményei lehetnek. Van, amikor az olvadkén belecsorog a pohárnak az aljára, van, amikor viszont hirtelen megszivárdulva a pohárnak a felületén képez egy ilyen érdekes réteget. A hirtelen megszivárduló kén az úgynevezett amorf kén. Ez azt jelenti, hogy bár szilárd halmaz állapotú, de még sincsen határozott kristály szerkezete. Ugyanis a kén molekulák a hirtelen hűtés hatására hirtelen valamilyen szilárd szerkezetet vesznek fel, kialakulnak közöttük a másodrendű kötések. Azonban a hirtelen hűtés miatt nincs elég idő arra, hogy a molekulák szabályos rács szerkezetbe rendeződjenek, így aztán egy rendezetlen szerkezet alakul ki, és létrejön az úgynevezett amorf kén. Az amorf kénnek a megjelenése rendkívül változatos, általában egy ilyen sötét, barnás, sárgás jellegű anyag. Ezt most itt a pohárnak a felszínén láthatjuk. Mondom, van, amikor úgy szokott történni, hogy vékony sugárba belecsorog a pohár aljába, és különböző érdekes formájú alakzatokat alkot. Az így létrejött amorf kén egy-két nap, illetve néhány hét állás után önmagától szobahőmérsékleten visszarendeződik, a szobahőmérsékleten stabil változatába, tehát úgynevezett rombos kénné, ami viszont már egy szabályos rács szerkezetű anyag.